Sziasztok! Most van szeptember 26. hétfő, reggel 9 óra 5 perc, és haladok a találkapontra az orvosi rendelőhöz. Ugyanis 9 óra 20-kor indulunk egy kis hajózásra. Akinek van kedve, az tartson ma is velem. Ismét egy szép friss reggel, felhőt nem is nagyon látok az égen, úgyhogy úgy néz ki, jó időnkig érkezik, maradjon is így. Mert ugye a hajókirándulások mindig feltételesek, nagyban függ az időjárástól és a széltől. Elő szokott fordulni, hogy kicsit tolják, ha rossz idő van, vagy el is napolják, vagy el is maradt teljesen. Ismét a hídon vagyok, kis csatorna mellett. És jobbra a tenger. 9 óra 20 lesz egy perc múlva, Tétrehelyre befutóra megérkeztünk a gyülekező ponthoz. 10 perces séta után meg is érkeztünk Szárti kikötőjéhez, ott vár a ladikunk. Ez is egy gyönyörű szép öböl, kristálytiszta a víz. Jó neve Katerina Anestis. Ezt sose már tudni. És meg vagyok ám lepve, sokkal kisebb hajóra számítottam. De hát volt jelentkező bőven, ahogy láttátok. Katerina Anestis. És nézzünk be a gépházba. Elengedhetetlen ikonok, hajók kísérői mindig itt vannak. 3/4 tűz van, begyújtottuk a motorokat. És elindulunk. Először, ha minden igaz, a narancsos parthoz megyünk, nem kötünk ki, csak előtte lehorgonyzunk, és ott lesz egy kis félórás szabad vízbeugrálási lehetőség. Onnan pedig egy lakatlan szigetet, Diaporoszt fogjuk meglátogatni. Itt másfél órát fogunk időzni, ha minden jól megy. Onnan pedig Rodia Beachre megyünk, Robinson part, és majd lesz egy kis kajcsi is. Nem merem elkiabálni, de hatalmas szerencsénk van az időjárással. Az a pont jó idő, kicsit felhős, nem szeles. És ahogy távozunk, lehet látni Szartinak a homokos partját végig a települést észak-dél irányba. És mutatom a víz színét. Itt érződik egy kis szél, akinek baseball sapja van, az húzza szorosra. Előttünk pedig az Árbóc mögött Athosz hegység látható, a Kolostor köztársasággal.
Estónia tényleg egy kis ékszerdoboz, mindenhol öblök, partok, fürdőző lehetőségek, azzal a kellemes homokkal, nem szórt kavics. Nézzétek a vízszínét, hihetetlenül kristálytiszta. Előttünk is itt egy part, sziklákkal, zöldelő fákkal, ez valami a mediterrán fenyő. Megérkeztünk a narancsos parthoz, itt kikötünk, tartunk egy fél órás szünetet, innen lehet majd vízbe ugrálni, akinek van kedve. Egyébként jó idő van, lehet egy ilyen 23-24 fok, enyhe a szél. A víz hőmérsékletre nem tudok nyilatkozni. Ám a vízbeugrálás. Mögöttem beugranak, itt meg visszajönnek a hajóra. És az ott az ugróhely. A vége az ugrálásnak, megszólalt kétszer a hajókürt. Indulunk tovább Diaporos szigetére. Ez egy lakatlan sziget. Itt majd másfél órát lehet sétálni, felfedezni a szigetet.
is past. And no matter how much we avoid it, we would still cross paths. If the shoe fits, wear it. If there's no comparing, this is true love, I swear it. And we need to make a choice right now. We know this could end in a catastrophe. Kék lagunák. Ráálltunk a homokpadra, hajót meg oda kötik a sövényhez. Hát ez jó. Diaporos szigetén egy olyan 2 órát tartózkodunk. 1:20 lesz majd az indulás tovább. És most egy ilyen vízi szakasz jön a partig. Remélem nem túl mély. Hát olyan comb középig ér. Az alsó gatyó. Nem lett vizes, jó. Na, ezzel a madzaggal van kikötve a hajó. Remélem itt lesz, mire indulunk. Feszes. Itt is nagyon jó a part. Ilyen puha, finom homokja van. És itt lehet fürdőzni, úszkálni, felfedezni a szigetet. Gyönyörű, tiszta kristály, tiszta víz, mondanom sem kell. Csak úgy csillog végig. És nem is hideg, egyáltalán. Ezen a részen sünök sincsenek, hanem ez a finom, puha homok végig. Ez az aranyszínű. Akkor a víz után fedezzük föl kicsit a szigetet. Olyan itt a táj, mintha más bolygón járnánk. Ilyen érdekesek ezek a képződmények végig. Azért felhúztam most a csukát, de ahogy mondtam tegnap, itt vigyázni kell a növényzettel, mert minden szúr, csíp, ütvág, harap. Tiszta alien. Egy régi űrhajó darabja. Majdnem olyan. És ez itt végig Szidónia földnyelv előttünk. Abban az irányban pedig Batosz látszik halványan. És akkor nézzünk tovább erre is.
Azt a milyen táj. Ez igen. Part mellett igazi mediterrán növényzet. Hát egy gyönyörű fenyőfa. És megnézem azt az irányt is. Hát erre elvágtázok felfelé. Ez szép, ez a mediterrán fenyő is. Szépen zöldelnek a tűlevelek. Ezen a részen még lágyabb a homok. Eddig a pontig eljövök, aztán lassan visszafordulok. Negyed óra múlva indul a hajó tovább. Hajó még megvan, hamarosan indulunk. Következő hely Rodia Beach lesz, itt lesz majd a kajcsi. Prima a víz, nem túl meleg, de az a pont jó. És lassan elkezdődik a beszállás. Újra a hajón. Valakit kézbe hoznak. Micsoda színek!
ezért hívják Kék Lagunának. Minden gond nélkül leforoltunk a homokpadról, és most fordulunk irányba, irány Rodia Beach. Ez a hajó, érkezünk a Robinson parthoz. Rodia Beach, ők így hívják. Engedik le a létrát, és majd itt lesz a kajázás. Körülbelül egy órát fogunk Rodia Beach-en tartózkodni, közben elfogyasztjuk majd az ebédünket. Kérem, legyenek kedvesek a rózsaszín bolcsát magukkal hozni.
kellemes a víz, egyáltalán nem hideg, pedig első érintése mindig hideg szokott lenni. Itt már kicsit nagyobb kavicsos, nem homokos, de nagyon kellemes ettől függetlenül a part. Olyan színe van a víznek, hogy az hihetetlen. Tehát ez Robinson part, Rodia Beach. És itt készítik elő a harapnivalót. Nekünk meg elő kell készítenünk hozzá a vósert. Idegenvezető hölgy, átadjuk neki a búsert. Köszönöm szépen. És akkor a búserem már rajta van, hogy én szuflakit fogok kérni, és mindjárt adják is. Szuflaki egy kis cacikivel, kenyérrel, thanks. És itt vannak az üdítők. Ki mit választ? Coca-Cola? This one. Okay, thanks. Én maradok a kólánál. Akkor jó étvágyat. Ez az adag, én visszajöttem vele a hajóra, itt azért kényelmesebben le lehet ülni, elfogyasztani. Nagyon finom ez a szuflaki, ez a ceci kis mártás. És mutatom a másik menü, az pedig hal. Hús az sertés, nagyon jól esik egy kis kaja, ilyenkor, és a ceci kis mártás is nagyon finom. Délután 3 van, megyünk vissza Szártira. Remélem, hogy jól láttak, nagyon finom volt a hal, és körülbelül 1 órát fogunk hajózni, és visszaérünk Szártira. Mindenképp megérte az az út, 32 euró volt, legalábbis a szuflak is menü. A halas menü ez egy kicsit szerintem drágább volt, és naphal volt, kérdeztem. Az is nagyon finom volt, azt mondták. És ahogy feltámadt a szél, van is egy kis hullám. Lehet érezni a hajón, de nem vészes. Thank you.
visszaértünk Szártira. Körülbelül egy óra volt a hajóút ide. Lassan búcsúzunk is a hajótól. Lehet, hogy találkozunk pénteken. Ciao! Élmény volt, csodálatos volt, hála Istennek, szuper időnk is volt. Kék Laguna utat csak ajánlani tudom mindenkinek, ha itt vagytok Szártin, hajóutat mindenképpen tervezetek be, mert megéri. Arra van a kikötő. Előttünk fekszik végig Szárti. Mi a déli végen vagyunk, egészen ott van az Anestis apartman. Egy újabb szép partrész. Szebbnél szebb napozó helyek. Gyönyörű a plázs. És ilyenkor a legjobb, szép idő van. Utószezon, nincs az a nagy nyüzsgés. Az a pont komfortos, pont jó idő. Ha szerencsénk van, hál' Istennek ma viszont szép időnk volt. És közben én már megérkeztem az Anestis apartman házhoz. Bementem itt a boltba. 1,70-ért vettem egy kólát. Persze, hogy nem volt elég ennyi a tengerből, úgyhogy repetázok. Megyek megint. Ez a mai hajóút egy főnyeremény volt, egy igazi élmény, egy felejthetetlen csúcs szuper élmény. 32 euróért abszolút megérte. De nem is a pénzt kell nézni, hanem az élményt, amit nyújtott. Hihetetlen volt. Na persze ez a jó idő is kell. Hál' Istennek ez megadatott ma. Itt is milyen gyönyörű. Itt ez a puha finom homok. Kell ennél jobb, és komolyan. Olyan finom, puha a homok, hogy ezt elmondani nem lehet. Kicsit beljebb rakom a pacskert, belehajtogattam a pólót, ne vigye el a szél, és jöhet a tenger.
és végig ez a puha homok egészen végig, úgyhogy ez a tengerjáró papucs sem kell ide, nem sziklás, nem bök, medúza sincs, sünt sem láttam, pont kellemes. Most már jó messze vagyok a parttól, ez már lehet, hogy 60 méter, és még itt mindig csak derékig ér, még addig se. Ezt nézzétek, tényleg az enyém az egész tenger. Jó, ott azért vannak. 3-on, 4-en, 5-en. Ha, nagyon jó, nagyon jó. És egy pillanatra megtisztelt minket a nap. Kibújt a felhők közül. Csodálatosak ezek a fényviszonyok. Hát csúcs szuper volt ez a nap, ez a hajó kirándulás, ez nekem nagyon bejött. Szártin jártok, szerintem ezt a kék lagunás fakultatív utat semmiképpen ne hagyjátok ki, nektek is nagyon fog tetszeni. Aki esetleg nézte ezt a videót, higgyétek el, a halvány mása, csak a valóságnak. Persze jó idő kell hozzá, az tény, de mindenképp erre el kell menni, ezt látni kell. És ezekkel a képekkel én lassan búcsúzom tőletek, köszönöm, aki velem tartott, és akkor, ha minden jó megy, találkozunk legközelebb is. Ciao mindenkinek, sziasztok!